Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az m -Store csatornán, az én nevem Zsolt. Hány olyan háztartás van, ahol a beépített szekrény az átjáróban van benne a ruhákkal, és amikor mi kororeggel reggel indulnánk dolgozni, vagy késő este bulizni, akkor nem látjuk, hogy pontosan milyen ruháink vannak, és mit szeretnénk felvenni. Olyan élethelyzet is előfordul természetesen, amikor a ruhás szekrény a hálószobában van, mi pedig még nem szeretnénk korai reggel felébreszteni a párunkat, mert nem biztos, hogy az lenne az első szava, hogy szeretlek. Ilyenkor viszont hát nem tudjuk fölkapcsolni a lámpát sem, de mégis meg kell találni Ruhát, viszont jól tud jönni az az eszköz, amit most bemutatunk, hiszen a Yeelight Motion Sensor Closet Light egy olyan eszköz, ami pici esztétikus és mozgás, illetve fényérzékelővel is rendelkezik. Ennek köszönhetően meg tudja világítani akár a ruhás szekrénynek a tartalmát, de használhatjuk különböző szekrényeknek a megvilágítására, vagy akár éjszakai fényként is. De ne szaladjunk ennyire előre, hogy a hozban különbözik egymástól a nagyobb, illetve a kisebb kivitel, 20 cm-es a pici és 60 cm-es a nagy, a középső pedig 40 cm-es hosszúsággal, 4 cm-es szélességgel és 0,9 cm-es vastagsággal rendelkezik, ami pedig a legjobb, hogy jobb oldalukon van egy bekapcsoló gomb, amivel vagy aktiválhatjuk az állandó fényt, vagy bekapcsolhatjuk kvázi a mozgás, illetve a fényérzékelést. A mozgás, illetve a fényérzékelés is 120 fokos szögben történik, 4 métert lát előre a mozgásérzékelés, 2 métert pedig a szélek felé, tehát nem kell mondjuk szemmagasságba helyezni ahhoz, hogy amikor kinyitjuk a szekrénynek az ajtaját, akkor felvillanjon a fény. És hogyan villan fel, hogyha igazából nincs hozzá kábel? van töltőkábel, méghozzá USB-C-s, ugyanis az egyik oldalokon van USB-C csatlakozó, aminek a segítségével fel lehet tölteni a belül lévő akkumulátort. A kisebben 1100 mAh, a középsőben 1500 mAh, a nagyobban pedig 2200 mAh ez a telep. Előbbi esetén a nagyjából 2-3 hónapos, utóbbinál pedig 4-6 hónapos üzemidőre számítatunk egy feltöltéssel, persze függően attól, hogy hányszor kell érzékelnie minket, mennyit használjuk éjszaka, vagy éppen hányszor villan és milyen soká. Mert a fényforrás mellett ez a kis kupola alakú rész rejti a fény, illetve a mozgásérzékelő szenzort, ebből ugye nagyon profi a Yeelight, hiszen rengeteg olyan éjszakai fényt is piacra dobott már, amik nagyon profik ebből a szempontból is. A 2700 Kelvines es melegfehér fény nagyon kellemes a szemnek, így hogyha éjszaka ki szeretnénk venni valamit a szekrényből, akkor sem fogja kiverni az álmot a szemünkből, illetve nem is kell majd itt állandóan hunyorognunk. Mind a kisebb, mind pedig a nagyobb modell rendkívül minőségi anyaghasználattal rendelkezik, hiszen a hátulja fémből készült, és ide tapad az a kis mágneses tartó, amit fel kell helyeznünk a szekrénynek a tetejére, oldalára, vagy valamilyen polcnak az aljára. Ez úgy történik, hogy van egy kétoldalú ragasztó, erről kell leválasztani a fóliát, majd érdemes ezeket a tartókat visszahelyezni, és úgy, hogy a megfelelő szintet megválasztjuk, felhelyezni, vagy éppen a polsznak az aljára, vagy a szekrének az oldalára. Innentől kezdve pedig csak már csak oda kell nyomni egy picit, és már is megvan minden. A jó hír, hogy maguk a tartók mindig ott lesznek innentől kezdve, viszont egy kisebb erőkifejtéssel már a mágnesnek az oldásával le is tudjuk választani ezt a lámpát, és amikor esetleg lemerül, akkor vagy töltődőre dugjuk, vagy pedig egy külső akkumulátort hozzá csatlakoztatva feltöltjük, illetve át is tudjuk helyezni, vagy tudjuk használni egy kvázi világítás Képpen, hogyha botorkálnánk esetleg éjszaka a konyhába, tehát bármikor le tudjuk venni és vissza is tudjuk rakni. A legkisebb modellnek a névleges teljesítménye 1,2 watt, a középsőnek 2,4 watt, a legnagyobbnak pedig 3,6 watt. Azért van különbség a kettő között, ahogy a vágóképeken is látható, a kisebb oldalról kellemes fényt tud kibocsátani magából, a nagyobb viszont jobban be tudja világítani a nagyobb szekrénynek a tartalmát, de nem csak szekrényekbe helyezhető, hanem tényleg valamilyen poharakat is meg tudunk világítani vele, vagy akár olyan helyre is helyezhetjük, hogy a éjszaka kimegyünk mondjuk a konyhába, akkor felüljön a lámpafény, és valamit lássunk, de azért vissza tudjunk aludni utána. A Yeelight Motion Sensor Closet Light tehát megvásárolható nem csak az M-Store üzletekben, hanem az M-Store webshopban is, és hát mindenképpen érdemes egy ilyet beszerezni akkor, hogyha nincs elegendő fény a ruhás szekrényben, vagy mondjuk meg szeretnénk világítani valamilyen polcnak a tartalmát. Én köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot és feliratkozni a csatornánkra, illetve követni minket a Facebookon, az Instagramon, valamint a samilajk.hu blog oldalon. napot kívánok mindenkinek, sziasztok!